Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban rendhagyóan a Cyberpunk 2077-nek a limitált szériás Xbox, avagy PC-s wireless kontrollerét fogjuk kicsomagolni. Remélem, hogy tetszett az intro, úgyhogy lássuk is. Szóval tulajdonképpen ugye kapunk egy normál Xbox One, illetve PC-s kontrollert, ami ugye wireless-es, és hát tulajdonképpen az a probléma vele, hogy én egy kicsit többre számítottam, megmondom őszintén, mint amit ugye kapunk a csomagba. Én teljesen arra számítottam, hogy ugye, hogy ezt akkumulátorral küldik, és nem sima, egyszerű elemekkel, de amit láthatjátok, ugye két as elem tartozik a csomaghoz. Szóval lássuk is akkor itt a történetet. Igen. Oké. Okay. Nem akarom sokáig elnyújtani ezt a videót, amit láthatjátok, ugye itt van így maga a kis kontroller, illetve ott van a két as elem is, illetve ugye további Game Pass-t rejt ugye a csomag, meg ugye azt, hogy ugye itt van a papír róla, illetve hogy hogyan használj egy kontrollert, ha esetleg ez nem lenne egyértelmű. Kontroll egyébként nagyon szép, rettenetesen jól néz ki, és borzasztó minőségi. Itt egyébként ezek a minták itt benne olyan, mintha ténylegesen le lenne kopva, vagy ilyesmi, de egyébként rohadtul nincsen. Ez direkt így van megcsinálva. Ez a No Future felirat egyébként egy karcolás benne, tehát ez mind karcolva van benne. Ami nagyon tetszik, egyébként, hogy a hátulján ott van a Samurai logó, illetve ugye az, hogy 2077, és ott van ugye a QR kód is, amit lecsippantva ugye átvisz a Cyberpunknak az oldalára. Illetve ugye itt ez a fogantyúnál, tehát amikor így fogjátok a kontrollert így, ugye így itt lent, ez itt gumírozott, ami nagyon jó, ami rettenetesen jó, ugye sokkal jobb lesz tőle a fogása. Így néz ki egyébként a kontroller mindenféle szögből, szerintem nagyon állat egyébként, de tulajdonképpen egy sima egyszerű kontroller, hát nagyjából átszkinezze, mondhatjuk úgy, de ez egy teljesen egyedi szkinezés, szóval ja, nem tudom, nekem nagyon tetszik, igazából nem tudom, hogy milyen, nem akarom sokáig elhúzni ezt a videót, mert nincs jelentősége. Nekem ami furcsa, hogy ezekhez a triggerekhez, ugye a left and the right triggerhöz, hogy nem lett ilyen úgymond ilyen mintázatot, olyan hasonló, mint itt, az igazán elfért volna, mert a jelenlegi kontroller, amit most használok, annak itt például mintázott, és szerintem simán idézőesen belefért volna abba az árba. Illetve ami furcsa, ugye, hogy gyakorlatilag ugye hiába ugye limitált szériás ugye a kontroller, egyszerűen elemmel jön továbbra is, ami számomra nagyon furcsa, simán belefért volna szerintem az árba, vagy hát így hozzádobhattak volna igazán mondjuk egy akkumulátort. Hát mindegy, Microsoft, ez van. Szóval így néz ki a kontroller, igazából tovább, ez ugyanúgy, itt van wireless kontroller, szokásos, semmi olyan extra, viszont nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretem a játék, nagyon szeretem a Cyberpunk stílust, illetve azt a játékot magát is nagyon várom. Fogásra, illetve gombnyomásra semmi nem változott, ezek sima normál nyomógombok, nem switchesek, tehát nem kattan, hanem ugye normál nyomógomb, ezek is sima nyomógombok, a két analóg az ugye maradt, meg a D-pad is olyan, amilyen. Igazából ennyi, nem tudom tovább, nem akarom tovább húzni a videót, tulajdonképpen ezt szerettem volna elmondani erről a kontrollerről, remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és legközelebb találkozunk, jók legyetek, szevasztok!